Jaj, de jó volt ez a pihentető kis alvás. Szálljál fel az ágyamról! Hogy mondod? Erre vagyok. Hogy mondod? Szálljál az ágyamról! Már megbocsáss. De te azon az ágyon feküdtél múlt éjszaka, akkor most mi van? Mindegyik a te ágyad, hogy mi? Mondd el szépen. Mondd el! Hát pontosan ez az. Mindegyik az én ágyam. Szóval lehet hazafele menni anyucihoz, mert minden mehet, ez az én paradicsom, ez az én birodalmam! Ó, igen? Testvérem, nem akarok bajt. Nem akarok. Mennyi pénzt akarsz? Mennyit? Van 5 dollárom. 10, 15. Szólok anyámnak. Hozd majd 100 dollárt is, meg kis paprikás krumplit. Jól van? Így már más a helyzet. És még egyszer nem tűnöm el ezt a hangnemet. Egyikőtöktől sem! Géta Norbi újra itt van a Vice City Stories PC port végjátszásánál. És még mindig Jerry ad nekünk küldetést, és ezt még elmondom, míg el nem felejtem. Előző részben tényleg leégettem magam, mert nem tudom, milyen Linkin Parkról beszéltem én. A Depeche Mode. Ők énekelték ezt a számot, de hát nekem Linkin Park. Jézus várja. Na mindegy. Nézzük meg, hogy mit csinál éppen a drogos őrmester bátyánk. Na. Ott már szerintem nem National Geographic-ot néz. Hey, Victor Vance! Wow, did anyone ever tell you got a really dumb name? No, no one's ever mentioned that before. Oh my... De én mondtam már, hogy Victor Vance. Hey, is that legal? Can animals give consent? I don't know. Listen, Jerry, can you stash that... Ez az beteg csávó. What weed? Milyen póró hét ez? Már megint be vagy szívva, még hajnal 6 van, vagy reggel 6, akkor én úgy mondom. Mert az a szék is be van füvezve! Jézus, lóval, Csicsolina, te vagy az, lóval, baszna. Ó, Candy Sachs, ó, hát ez barátnél. Listen, Jerry. No, you listen, huh? Jó, hát barátnél van. Vice City-ből ugye. Man, I gotta get laid. Ajaj. Oh, you weren't such a square, I'd do you, huh? Billeg a szék. I'm joking, come on. This is the army, not the navy. Ó, de jó vicc volt. This is the army, not the navy. Listen, man, I need a bra. Ó, szükséged van üzére, arra, aha. Mari kell neked. Mari. Hol vagy? Oh, come on, man. A széknek mi kell? Nem hozok you egy nőstény széket? Sure. I'll go get that from your quarters. You go get married for me, okay? She's over at Vice Port. Na, szóval... Ó, Phil ad nekünk valamit. El sem nézünk meg Phil-t. I don't trust you, Martinez. Nem bízunk hey, bennem, Martinez. That is not an appropriate way to speak to a superior officer. Now get on with it. Hány gram kellett ehhez, Marty? Genius, great hiding place. What are you, 15? Hurry up. Martinez. Hey, and tell Mary I love her. Majd elmondod te személyesen neki, Mari. Ó, szegény. Na. Szóval, hogyha elhozzunk neki Marit, akkor Flash FM, akkor a csomagot elviszik a... Elteszi a... ágyunkból, vagy ahova rejtettük ugye a baraknál. Miért füstülök ez a hülye motor? Esik az eső? Nem tudom most így hirtelen. Esélyt még nem nagyon láttam ebbe a játékban. Na, ezt szerettem, hogy ezt a hidat, még ugye meg van építve ez a híd, még nincs lerombolva, vagy mint a Vice City-ben, ott nincs is semmilyen híd. Azt is észrevettem, hogy itt a játékban 100 léggömböt kell összegyűjteni. Egy tuti van egy léggömb itten, és most itt nincsen sehol egy semmi léggömb, úgyhogy azt se tettem még bele. Meg még egy-két érdekesség. Például ez a kosárlabdapálya is már teljesen ramagy állapotban van a Vice City idejében, de most még jó, itt még Michael Jordan is kosarasztat, és itt van egy macséte. Majd ezzel vegyük le mérít, hogyha nem akar jönni. Na. Meg még... Jó. Don't you remember me so you... Ott a Jézus. Na, itt van egy uzdi, hogyha esetleg
keresnétek, vagy fegyverre van szükségetek még a játék elején. Amúgy egyébként a Daphne Ammunition-ben is vannak fegyverek, kis pisztoly, meg gránát, azt már kapható, szerintem. Csak nincs kijelölve a térképen, most nincsen ikon. A szokásos GTA 3-ban. Ezért... De hát tudjátok, remélem, hogy hol van a Daphne fegyverbolt. Meg van itt is egy fegyverbolt, vagy valahol, itt Little Havana-ban, de ott sincs sok minden. Na, látogasson már fiat, remélem azóta már kitakarított a házából, mert olyan szutyok, retek volt ott. Na, úgy látom nem, de fogja a golyóját. Ó, Stinger, te vagy az? Stinger nem akar esőbe vezetni. Álljon már eső. Nem lop, Martin, ez biztos nem lopta ezt a kocsit, ez tisztességesen drogozta. Viszlát, Phil, hello, köszi a segítséget. Mondjuk adott egy kocsit, na, köszi, Phil. Hua. Na és Vice-Sportba keresünk már mélyt. Jó, átvágok a burgonyapod is ültetvényekben. Hua, Mary, game, where are you? Pull up the girl and escabot, Mary. Jól van. Na, megkérdezzük Rózsikát, hogy hol van Mari. Hua. Kámat fejön a Sturgeon... Ó, ott van Mariska. Hello! Úgy látom, megint lenge öltözékben vagyunk a kikötőben, nem tudom mi. Halászni akarsz? Te vagy a kis hableány? Te vagy... Ja, egy party van Mary. Jó, akkor menjünk a partyhoz. Jó. Starfish Island. Akkor biztos fasz a party lehet. Remélem nem, Ricardo Diaz csinálja a partyt. Ja, Mona vagy. Jó van. Nem kérdezte a nevedet, de jó. Neked Maris. Használ a Stinger. Gyorsan megy a Kronosos anyárt. Hogy nem tudnak indexelni. Ott a pizza futál. Nem kezd egy kis pizzát, Maris. Jó, mi megy a V-ven. Tehát a Linkin Park, aki... Már felejtettük. Na még jó, hogy elmondta elején. Akik nem Linkin Park. Tüszkölnöm kell. A parti egészségére. Milyen fasz a parti? Táncolnak a semmire. Akkor már be vannak fűvezve ezek? Szerintem ez egy aerobik óra. She's right over there. See you later. Are you Mary? Another damn Marine. Hát ez meg a... az a Matrixos napszövegük ilyen. She's not going anywhere. Jaj, fizettünk őt, nem mert sehova. Come on, let's get this low life nobody. No last nobody, hát katona vagyok. Vagyok katona! Na és most a már... Ne, Mary, ne bántsad! Ő az enyém, senki másé. Mérikém, hol azért van itt a macsét a gyerekek? Vagy a szellemírtók, vagy... ezt nem engedhetem meg senkinek, hogy bántsák Mérit. Ő fasza, kis lány. Ő nem, kurva, Ó, van pénze. Ne beszélj csúnyán, most mondtam, hogy fasza kis lány vagy. Na. Ó, medence, ugoljunk egy fejest, segest, de te tegyen, nem beakadsz. Akkor ugolj ki. Na ez az kemény vagy Mérikén, kemény. És mennyibe került az a szilikon? Ja, jó van. Ó. Szerendászos kurva hangod volt. Na mindegy. Akkor gyerünk szerintem Banshee-val. Banshee. Jó, köszi fél a kocsit. Mert itt van. Jaj, majdnem elütöttük Mérit. Be tudsz jön? Jaj, na. Assassin's Mary. Jó, itt beparkolok, bejössz. Úgy látom, sokat itt áll. De remélem még Jerry-vel tudsz aztán hancúrozni. Ó, ez jó szám! Hey! Tű! Tetszik, Mary? Egyébként itt van Ricardo Diaz háza, villája, de még egy építkezés alatt van. Oda most nem menjünk be. Még... Mutatok egy fegyver lelőhelyet. Kettőt is. Amire szükségünk lehet a játék folyamán. Itt van egy pajzs, hogyha kell. Méri, te maradj itt, mondom, ne gyere, akkor szállj vissza a kocsiba. Szólok izé. Chipnek.
Itt van egy izi nagy Doberman. Szólok neki. Várjál már, én sem tudom, hol van a fegyver. Hajó. Gyerekek. És ne az a két forint ide, itt van egy hajó, akkor át tudunk menni a első szigetre? Érdekes. Hát igazából... Na itt egy tárcsos. Ó, ma nem Assassin's Creed Méri vagy. Igazából... Az az első sziget, a Vice City-ben az volt az első sziget, de itt meg ez az első sziget. Hát akkor melyik az első sziget? Na mindegy. Gyerünk akkor, fussá! De ott a... ez bolond. Ott van a... kapu, vagy a átjáró. Akkor melyik a falon menni? Na mindegy. Na, betölt a Banshee. Tell me. Want to be. Na, ezen a helyen is, ahol ugye még a Vice City-be kellett egy utast elvinni, amíg a Kapman taxis költségeket csináltunk, itt meg van egy vazuka. Egy rakéta vetünk, akkor úgy mondom, 10 történjen, tökéletes, ugye Mérikém, ugye? Na, ugye? Mérikém, ugye? Na. Na jó, gyerünk Jerryhez, mert szerintem már azóta 10-szer kivettek. Candy Sucks-ra. Na. Ezért is szégyenkezek is a G5-be a lányom miatt, hogy mikor már körül vagyok, akkor Tracy Sucks-nak hívja magát. Emotion mi vagy? Szeretett az Emotion-t? Mi? Hát úgy látom. Look at life. Ó, egy kamer ment Little Havana-ba, hát azt hogy? Want to be. Hát tényleg, ez tényleg jó rövidítés. Ó, mi csoma ugrajtó. Jaj, ezt éljük túl méri. Igen. Még a különleges ugrajtásokat se tették bele a játékban, mert ez egy különleges ugrajtó lenne. Jaj, én rendesen be vagyok, én katona, én nem gyilkolok. Jaj. Misty, ne. Espantoso, fresh. 500, mit tudom. Want to is my ever you. Itt is vagyok. Mi az árvezető? Ó, ott egy katona. Na, akkor csak vannak katonák a katonaságban. Nem is tudom, melyik az ágyam. Mit? Azt tudom, melyik az ágyam. Akkor onnan tudom, hogy marihuána van ott. Hát ez a feleségem. Meghívtam ide. Nem műzéri van. Nem! Ne ordibáljál már! De jó, kidugtok a katonaságról egy retkes... Nem mondja csúnyát. Ennyi volt katonaság, katona karrierem. Nagy volt, két rész katona karrierem volt. Még meg húztam is időt. Mi volt az a hülye kerítés? Azt tudjam, hogy becsukódjon. Ne, nézzétek már, itt olyan fagyás lesz. Ha, be se csukódott a kerítés. Akkor hogy rúgtok ki? Mi van, Phil? Ja, elvették a fegyveremet. Ezért tényleg érdemes volt elmenni a fegyveremet. Azt mondja Phil, hogy a régi házára aludhatok. Köszönöm, Phil, te tényleg rendes csávónak tűnsz. És van egy pizzás robogom. Nagyon jó. I'm a family man. Nagyon jó. Elindul nagy néni leszedi a fejemet. Jó, sokáig tartott a katonai karrierem. Ez igen. De ez olyan hülyeség volt. Jajjaj! Na hova beeste a Little Havana-s ház utolára? Oh, micsoda kubán hermeszek vannak itt. Akkor el is kölcsönzök egyet. De jó, hogy elvetik összes fegyveremet. Annyira jó! Amúgy már akkor rájöttem, hogy el fogják venni, mikor már felvett a távcsos, de jó, mondom, akkor nem lövöm le a point. Azért egy Vice Story sokkal ritkább végigjátszás, sokkal ritkább, mint egy Vice City végigjátszás. Sokkal ritkábban vitték a Vice Story-t, mint a Vice City-t. Igazából... Nem gondoltam volna én se, hogy ilyen hamar kirúgnak a katonaságról, de... Hát itt volt az idő erre is. Hülyeséget csináltunk alapból, mikor
bekerült a katonaságra, nem kellett volna ennek a Jerry Martineznek drogot szállítani és az ágyunk alá eltenni, mivel ágyunk alatt találják meg a leghamarabb. Tehát hülyék voltunk, fogykósok. A másik küldetés, amikor Phil-től el kell kérni a pénzt, a kölcsönvett pénzét, az nem volt annyira izé. De a harmadik, hogy egy kurvát elvinni a katonaságra, az alapból halálra volt ítéltetve. Én biztos nem tettem volna meg Jerry Martinsért, meg a $50, amit adott meg $100, de nem tudom Vic miért csinálta. Nem tudok szavakat. De hát elcseszte. Na mindegy. Ó, ez jó szám! Ó, köszönöm a semmit. Aztán mi írod ki Mission Past. Plusz, kirúgtak a katonaságból. Na de van egy kuban hermeszem. Az sem mindegy. Na és úgy látom Phil ad nekünk küldetést, nagyon jó. Jó, de én azt mondom, hogy először megpróbálok egy kis fegyvert szedegetni valahonnan. És itt egy PC. Ja, meg egy ilyen checkpointos mellékületés. Nagyon jó, akkor azt is megcsináljuk. Most megpróbáljuk. I wanna stand the stop. Who? You? Hey! Hey! Jó lett. Ó, még itt egy hajó. Nagyon jó. Hajó, ha nem jó. Hát. Ja, még a orrom is elcsöppent. Nem jó fele jöttem szerintem, nem mindegy. Hú! Nem. Ó, melyik GTA-ba szólt még az a szám? Sose tudjuk. Valami jó számot rakjatok már be. Avalon. Még ezt nem szeretem, de Avalon. Checkpoint 18-27-ből. Milyen 18-27-ből? Ezt nem értem. Felvettem mindent. Akkor milyen 18-27-ből? Burkos, sikerült ez a küldetés.